Láttál már olyan 75 éves tárgyat, ami fél milliárd forintot ér? Ehhez a kocsihoz egy olyan sztori kötődik, ami két ember haláláról szól. Vettem egy Maybachot. Nyilván nem. Kettőt vettem. Egy gyönyörű, szép, sötétkék 26-os, 420-as V8-as motorral, csak a motor nem volt benne, hanem mellette volt lerakva a fűben. Olyan illat van, mint a legextrásabb, legfullosabb ilyen bútorszalonokba. Szőnye 4 centi vastag lehet? 123, 124, 126, de a 600 a cél. Mercedes, amint egy tonna páncél. Soha nem volt még Magyarországon olyan rendezvény, ahol ennyi Mercedes, ennyi klasszikus Mercedes lett volna egy helyen. Szeged és Győr távolsága 300 km. De ez engem abszolút nem érdekel. Nagy Mercedes klasszik rendezvény van ugyanis Szegeden, 5000 négyzetméteren, 100 darab autóval. Sokszor és sok helyen elmondtam már, hogy a Mercedes rajongás az kamaszkorom óta velem van. Mert az első nyugati autó ilyen volt, amiben a Warburg meg a Zsiguli után ülhettem, és annyira megfertőzött, hogy a mai napig nem tudok tőle szabadulni. Természetesen nem lennék igazi mercis, hogyha nem lenne sztorim egy ugyanilyen ezüst színű 126-os kupéval. Nagyon-nagyon régen volt ilyenem. A 99-2000 környékén akkoriban ilyen 7-8 millió forintok voltak, és nekem nyilván nem volt rá pénzem. Ausztriában a határtól nem messze. Sveháton van egy merci bontós, Riesnek hívják, és nála találtam egy ugyanilyen ezüst színű 500-as 126-os kupét. Annyi volt a problémája, hogy nyeregtetős volt, mint a családi házak. A sztoria annyi volt, hogy a férj és a feleség váltak, és a férjé volt az autó, és ő ki akarta rakni a férjet is, meg a kocsiját is a közös házukból, mert a nőjé maradt a ház. Oda jött egy markolót, és összecsippentette a kupé mercinek a tetejét markolóval, és úgy tették ki a házból. Na most ezt az autót vettem meg én. Sajnos semmilyen fényképem nem maradt, úgyhogy muszáj elhinned, amit mondok. Ámon Olivért, ha ismeritek, az ő apukájának volt annak idején egy 126-os bontója, tőlük vettem hozzá tetőt. Ha feltettük rá a tetőt, fel is lett hegesztve, de soha nem lett autó belőle. A kaszni nagyjából jó volt, de hegeszteni baromi nehéz volt, a lakatos feladta a harcot, alkatrészt nem nagyon találtál hozzá. 2001-ben egy hűtőrács egy ilyen 26-os kupé mercéhez 123 ezer forint volt, erre konkrétan emlékszem, mert ki kellett, hogy fizessem, körülbelül spóroltam rá vagy 3 hónapig. Szóval félbe maradt az a projekt, és úgy, ahogy van, darabokban lett eladva a kocsi. Ahogy itt vannak az én barátaim, a 123-asok. Ez a 190-es merce, amit itt látsz, nem csak gyönyörű, meg baromi ritkán látni már piros színűt, hanem még dízel is, úgyhogy az én szívemnek különösen kedves. És a habatortán, hogy bézs a belseje. Hát, ezt lehet ennél jobb? Komolyan. Szép a kormány. Ez egy E55 AMG, közel 500 lóerővel. El tudom mondani, hogy van itt olyan autó, mint az enyém. Ugyanúgy fekete, csak egy nagyon picit hosszabb. Amerikai 123-as. Na, ez a lámpa ismerős? Ha nézted a fehér mercis videókat, akkor ilyen üveget én cseréltem. Hát, ezen is kéne amúgy, kicsit el van törve. Itt vagyok, jelentkezek, tudom, hogy kell. Ez a kettő, mindegyik bálna merci, és nem csak, hogy mindegyik az, hanem mindegyik 600-as, ami annyit jelent, hogy itt 12.000 köbcentit látsz, és 24 hengert. Az a 220-as kódú S-osztály, ami Zambó Jimmy utolsó autója volt, ami most Péter Sameknél van. Csak ez ilyen kékes, fekete. Az övé az teljesen fekete, a 197-es obszidián fekete színkód. Biztosan tudom, mert lekérdeztem hallásszám alapján. Ez az autó... Ezt tudod, kié volt? A Budapest TV, megvan? Anetka? Fehér Anetka. Láttam a forgalmiát, ez az ő kocsija volt. A fehérről sokat nem tudok, de ez
Ez Dani barátomnak az autója, ő az eseménynek az egyik szervezője. Té! És ehhez a kocsihoz egy olyan sztori kötődik, ami két ember haláláról szól. Az első tulajdonosa, már mint Dani előtt, egy svájci bankár volt, aki szép dolog vagy nem szép dolog, csalta a feleségét. Csomószor ezzel az autóval utazott Franciaországba, ugyanis a szeretője francia volt. Mindig azt mondta az asszonynak otthon Svájcban, hogy bankügyeket intéz, pénzt visz a kocsiban. Asszonykánk megtudta ezt, és az autóban ölte meg a férjét, és a feleség a gyilkosság után önmagával is végzett. Mercedes G-osztály, amit gyakorlatilag 60 éve szinte azonos formában gyártanak. A rossz nyelvek szerint az ajtaja a mai napig ugyanúgy csukódik, mint egy UAZ-nak, mondjuk a teljesítmény az kicsit nagyobb. Egy barátomnak volt ilyen és imádta. Akinek van, az nem akar szabadulni tőle. Nem mondom, hogy nem abszurd élmény, még csak tükörképen is. Viszont látni magam egy halottas kocsiban, nem jó, nem jó. In nomine Patris et Filii. Ennek a sárga 123-as Mercinek most beszéltem a tulajával. Ugyanis, mint kiderült, ismerjük egymást. Ő vette meg tőlem a fekete 124-es. Mondtam neked, hogy Mercibe nekem van múltam. Szóval annyit mesélt erről az autóról, hogy ez egy 1980-as, 2000-es dízel, viszonylag alapmodell, 60 lóerős 200D, és ezt az autót ő az első tulajdonosától vette meg. És képzeld el, hogy mivel Zsiguliból szálltak át ebbe a kocsiba, és az anyuka kipróbált egy 123-as Mercit, persze szervókormányos volt, anyuka azt mondta, életveszély, neki ilyen nem kell, mármint hogy a szervókormány, így ebben az autóban, ami ténylegesen a végén az övéké lett, nem rendeltek szervót, tekergetheted azt a bazi nagy kormányt, ami benne van, hogy valaki nem akarja a kényelmet. Ha nézted a Dallast, akkor tudod, hogy erről az autóról szinte már csak a Ewing 3-as rendszám hiányzik. Hát nem, mert ez 280-as, ez az alapján 6 hengeres motor. Jockey Ewingnak meg 380-as V8-as volt. 126 limuzinom, tehát 4 ajtósom is volt. Hát pénzügyi okok miatt persze mindig olyan, amivel foglalkozni kellett. Az elsőt egy szerelőtől vettem, egy gyönyörű, szép, sötétkék, ilyen diplomatakék 26-os volt, 420-as V8-as motorral, csak a motor nem volt benne, hanem mellette volt lerakva a fűben. Tervezte ő, hogy összerakja majd, de valahogy nem jutott rá idő sosem. Megvettem úgy, ahogy volt, tehát külön vitte a trailer a motort, meg külön az autót. Annyira jó kocsi lett belőle, amit utána én egy 3 évig használtam. Elnézvén így ezeket a 90-es évekbeli S-osztályokat, vagy Bálna Merciket, 140-eseket, eszembe jut egy történet, 90-es évek vége. Volt nekem egy, hát akkor még azt hittem, hogy barátom. Neki egy 140-es Merci, egy 600-as limuzin, aztán jól ment a biznisz, lett még egy. Épp ilyen volt egyébként, egy faceliftes, és ilyen sötétkék színű 320-as. Na most ő annyira nagy ember, szeretett volna lenni, vagy lehet, hogy az is volt, hogy felvett két testőrt. Na most a két testőr, ahogy a 90-es években szokás, nagy darab, szétgyúrva a kopasz. Mindben három ampulla darabja, 30, az 120. Egy doboz diabonol, 100. Igyekszem. Mutasd, mit van. Na ne már! Ne üzőcsém, mutasd mit van, ismerlek! Ne üzőcsém, feszítsd meg magad adlás! Az egyik 140-es Mercivel a testőrök jártak, ketten, a másikkal ő járt egyedül. Ne kérdezz, hogy emögött mi a ráció, de jól néztek ki, mert a két Bálna Merci ment egymás után. Valamiért felküldte őket egyszer Budapestre, úgyhogy a két srác elindult a Bálnával, és megállította őket a rendőr az M1-es autópályán, és képzeld el, hogy kiáll egy darab rendőr, akkor még Opel Astrával, mondom 90-es évek végét írjuk, megáll a 600-as Bálna Merci, kiszáll belőle két ilyen hegyomlás, de ilyen iszonyatosan nagy darab srácok voltak tényleg. A rend akkor már kicsit félszegőre így végignézett rajtuk, sokszor nem nagyon tudta elhagyni a száját, csak ennyit kérdezett, milyen alakulat ez itt? Hey,
ez a bálna merci nem azért különleges, mert ütött kopott, vagy azért, mert egy 600-as, hanem azért, mert ez az a merci, amiben 1998-ban megölték Fenyő János médiavállalkozót. Igen, tudom, ezt az SL-t igazándiból nem lehet klasszikus Mercedesnek nevezni, viszont 612 lóerő. A német túrautó bajnokságban a 90-es években ilyen 190-es mercikkel versenyeztek, az volt az Evo 1, a kisebb spoilerszettel, ez pedig az Evo 2. Ebben egy 2.5-ös 16 szelepes motor volt, ami annak idején egy baromi nagy dolognak számított, ezt már nem kapott meg 100 ezer dollár környékén, tehát ez már ilyen 50-60 millió forintos kategória manapság. Ez a 1936-ban így nézett ki egy Mercedes. Fontos kérdés. Láttál már olyan 75 éves tárgyat, ami fél milliárd forintot ér? Ez a kupé de gyönyörű. Ez egy bálna kupé. Ugyanaz a színe, mint nekem a limuzinnak. Illetve hát így kéne kinézni a lökhárítónak, ilyen szürkés, és hát ez csoda! 32 éves, mi? 124-es, ami nem E500, hanem 500E, és ugyanaz az 5000-es V8-as motor van benne, mint a 140-esekben annó. Ez megint ilyen 20 millióba kerül már! A színpadon Vályi Pista van, és mondott egy jó mondást, amit lehet, hogy nekem is meg kéne jegyeznem, hogy a csillag az akkor csillog igazán, hogyha polírozzák 20 ezresekkel. Ez a Pagoda SL. Ezek, Amerikában legalábbis, csak az ottani árakat tudom, úgy indulnak, hogy 30-40 ezer dollár egy csúnya, és a szép 100 ezer. Tehát durván ilyen 35-40 millió forintért mutatják meg. Mögöttem a Magyar Köztársasági Őrezred volt gépjárművei, mindegyike, szinte mindegyiken kék villogó és magyar zászló. Ékvillogók mindenhol. Egyet nem adtok kölcsön. Ez az autó konkrétan szállította Tordjai Józsefet, Grósz Károlyt, még Göncz Árpádot is. Ezt a 420-as Long Bálna Mercit Sólyom László köztársasági elnök használta. Tudom, mert ez is egy barátomé. A C-merci, amit mögöttem látsz, egy 94-es C220-as kiadás, ami Horn Gyulának volt az autója magánhasználatra, és később Áder János járt vele, restaurálatlan egyébként, 290 ezer kilométer van benne. Megint azt kell, hogy mondjam, hogy baromira megéri YouTube videókat csinálni, mert eljövök egy ilyen klasszik Mercedes találkozóra, és kiderül, hogy még a papaszból is van, aki nézi a videókat, és beengedtek a Maybachnak a standjára. Megnézhettem olyan autókat, amikhez amúgy ilyen kis ember lévén közel nem mehetnék. Ott ő, tudod? Igen, igen. Ez egy divat irányzat, igen. Igen. Csak a Côte d'Azurt ismerem, de az a francia Riviera, az nem ugyanaz. Ott ő. Igen. És maga az autó, az pedig az Ott volt ő. És ez egy limitált 150 darabos példányszám. Tehát a 150 darabos példányszámból ez a 77-dik. Igen. És kék meg arany? Igen, a kék, az az ég kékét próbálja gyakorlatilag szimbolizálni. Az arany pedig a sivatag homokját. Akkor ez ilyen dubai sejkeknek készül. Akár igen. Ugye? Igen, ugye a felnél is, a tipikus Maybach kerék, a chrome kerék is. Ugye
ugyanebben a kék színben van megfújva. Klasszik autósó vagy nem klasszik autósó, de az vesse rám az utolsó követ, aki most azt mondaná, hogy kihagyom a Maybachot. Jaj, ne! Az! Ne! Az a szőnyeg! Hí. Jézusom! Nem merem végigsimítani. Hogy a klasszikus, mert ez lehet, hogy klasszikus lesz. Ez biztos, hogy klasszikus lesz. Olyan illat van, mint a legextrásabb, legfullosabb ilyen bútorszalonokba. A szőnyeg az, hát olyan 3-4 centi vastag lehet. Amit az előbb mutattam belülről, az egy 150-es limitált példány számból a 77-dik. Ő egy Edition 100 nevezetű, ami azt jelenti, hogy a Maybachnak a 100. évfordulójára készült el. A jelölése nincsen úgy megjelölve, hogy hányadik, csak a középkonzolon ki van írva, így mint ennél. Ide csak az van írva, hogy 1 a 300-ból. Ez a Cabrio. Ez egy egyedi dizájnó szín. Baromi jól néz ki amúgy. Annak a középkonzolába az is megvan, hogy hányadik a 150-ből. Egy percig ne legyen kétsége senkinek afelől, hogy a Mercedes elfelejtett, vagy tud-e még autót gyártani. Itt van az autógyártás csúcsa. Tanítani kéne. Magnetis ötvözet, magnézium, nem tudsz vele semmit kezdeni. Nem tud javítani, hanem csak cserélni tudod gyakorlatilag. Nagyon sok pénz ér, igen, de szerintem a gumi sem olcsó erre 23-as méretben. Ha találsz rá. Ja, ha találsz. Szóval ahhoz képest, hogy ez az első volt, és ebben az országban még soha nem volt ilyen, le a kalappal. Minden profi volt. A szervezés, a kiállítás, az autók, a táblák, a tájékoztató adatokkal, a kordonok. Srácok, mindenkinek le a kalappal, aki ezt az egészet összehozta és megszervezte. Legyen még. Jövőre is jönnék.